Na, üdvözlök mindenkit, szevasztok! Itt újabb Bruno Conti, és ahogy mondtam, mai nap, let's go Pikachu-zni fogunk, végre folytatom. Már nagyon vártam, az előző, ami, ha jól emlékszem, az volt, hogy egy kicsit a net szarakodott, aztán egy óra után azt mondtam, hogy ebből elég, mert hol földobált, hol ledobált engem a net, tehát annak nem volt sok értelme, lement ilyen 500 kilobitekre, utána visszament 5000-re. Ahogy szokott, most be van állítva egy 4500-re, aztán jónak kell, hogy legyen. Most le is teszteltem előre. Remélem a hang is jó. Hang is, és majd a játék hangja is. És akkor kezdjük is arra a játékot. És akkor megvan két teremmester, megvan Brock is Misty. A mai tervünk eljutni, hát szörcshadnagy az a minimum. Most már is egy akció, hoppá, na gyors, fölveszem a kis kontrollerünket. És egy ratata, kezdésként egy ratatát legyőzünk. Oh! Agresszív kis dög. Ajajaj. Na. Nyugi. De, Bruno Conti. Mit csinálsz? Na azért. Rosszul kezdek. De se baj. De jó végződött. Na akkor ma eljutunk, remélem, Search hadnagyig. Abban nagyon nagyon remélem. És... de én a Rocktunnelig szeretnék eljutni. A Rocktunnel utáni szellemvárosig. Ahol is a Pokémon torony van. A Gengarokkal, Hunterekkel, Gastlykkel karöltve. Ott egy abras kacok, látjátok? Ott egy abra! Ah, csak az a baj, most oda nem tudok elmenni. És az addig el fog tűnni. Na mindegy. Jó, most az abrát hagyjuk. Itt van a rivális. Szevasz, Krumpli. Szevasz, Krumpli. Mi a helyzet, Krumpli? Mondjad? Mit szeretnél tőlem? És 10-ig fog a stream tartani, ha nem mondtam. Egy 3 óra. 3 órás lesz. Mint a tegnapi Just Chaos 4. A Just Chaos 4-nél egy picit a hangot elcsesztem. Új a mikrofon. Talán most már nem annyira vízhangzós, mint a előzőkben volt. És kaptunk egy revive-ot a Krumplitól. Az a legfaszább kis move a revive, vagy egy faszább kis item. Kettőt is kaptunk, nem csak egyet. Nagyon jó, köszi szépen! Ennyire fasz a rivális, kaba itt a rivális, nagyon-nagyon. Még a nem is hívom riválisnak, de barát, konkrétan. Odaadjuk a tiketet. Igen. Nincs mit Krumplé, nincs mit Krumplé. Ez annyira jó ez a Krumplé. Na itt valamit találunk, állj vissza, ó, semmi? Nincs semmi, jó. Akkor most bevegyük ebbe a kis alagutas részbe. Ó, ott van egy csávó. Te? Mindig mosolygós. Te ilyen Brockhoz hasonlít ez az emberke, nem? Ez csukva van és mindig mosolyog. És csukva van a szeme. Ott egy item. Azt felszedjük. Kaptuk repel, ez az jó. Az, hogyha vad Pokémon van és mondjuk nem egyforma szintű, mint te, akkor nem spanolódnak Pokémonok. Hogyha te mondjuk gyorsan át akarsz menni egy bizonyos területre, nem akarsz ott szarakodni. Arra jó. Ez ugyanúgy meg van csinálva, mint annól a Fire Red-ben volt. És kaptunk egy csalit is. Ugye a csalit nem próbáltam ki, majd ki fogom még azt is próbálni. Ó, oh, szevasz, kis szexi lány! Ennyi? Jó, olyan sok minden nem mondasz. Jaj, ott belementem a PG-be, vagy hát ő ment belém.
Figyi. Ó, oh, és tükkös a Pidgey. Már össze-vissza repül. De meg lesz így is. Ohó! Önnél se lesz meg? Szívós a kis Pidgey, opa. Ezt nagyon eldobtam. Nem könnyű amúgy ez a dobálás. Na, pokéblabda, mit jelzel? Na? Zöldet jeleztél. Yes! Jó, hogy a Pidgeyből van egy pár. Oké. Okay. Akkor a... Pidgeyt meg a többieket kivesszük a partiból, vagy hát a... Ami az én Pidgeyim, azt nem. Viszont Jigglypuff az remove party. Igen. Te is Ratata, te is remove party. Te se kell lesz, meg ez a kisebb Pidgey. Te se kell lesz. Jó. Oké. Csak gyors megnéztem a Twitch-en, hogy milyen a hang. Most jobb a hang. Most lehet hallani rendesen. Mikor lehet, hogy kellene vennem majd egy hangkártyát a gépbe. Mert hogy hiába van jobb mikrofonod, ha nincsen olyan jó hangkártyád. Ott egy Pidgeotto. Ott egy Pidgeotto. Mondjuk Pidgeotto az mindjárt lesz egy szint és tovább fődik a Pidgey. Super Potion, az nagyon fasza, az, ha jól tudom, 50 HP-t ad a pokénak. Az többet ad, mint a sima egyszerű potion. Itt pedig egy Guardian Spec. Egy kis random kis item. Az, ha jól tudom, valami boostot ad. És akkor nézzük ezt a Gentleman bácsit. Gentleman Edward egy pokéval. Egy Eevee-vel. Hoho! Akkor ő lehet, hogy a Let's Go Eevee-t vette meg. Gyerünk, Pidgey! Júj, Pidgey, te szarba leszel, fiam. Gyerünk, Rudi. Ő szarba lesz, 3 HP-ja van a Pidgeymnek. Lehet, hogy tolok rá egy potiont. Gyerünk, Piki! Gyerünk, Rudi! Ezt te nem akartad, igaz, Eevee-kém? Még egy quicketek. Majdnem double kick, nem baj. Van quicketekem, ugye? Van. Akkor quicketek. Ó, rádobott egy potion? Hát az több, mint egy potion, az lehet egy full restore volt, nem? Vagy egy super potion. Nem vagyok egy double kick. Ő kezd quicketek. Szívós, de le fogjuk győzni. Egy is van, dupla rugás. Nem olyan tápos az a kis Ivi. Ez az, Pidgey level 18, ez egy nagyon fontos dolog. Pidgeynek is, meg hát nekünk is, kacok. Mert... tovább fog fejlődni a Pidgeyünk. Pidgeotto, most már ottó lesz a Pidgeyből. Pidgey is evolving. Nagyon jó meg van csinálva a továbbfejlődés amúgy. Mondjuk egyszer már láttam. Mert a Bulbasaurum már továbbfejlődött. Yes! 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 És yes! Fucking yes! Hú! Megvan! Pidgeotto! Na, annyit csinálunk, hogy beg, rádobunk egy potiont a Pidgeottóra. Jó, meg nem tudom, szerintem a... Lehet, hogy Rudira még egyet rátolok most. Oké.
Most még mindig Pidgeotto a legkisebb szintű, még őt fogom fejleszteni. Még ezeket a két kis gyereket összeverjük. Camperiki. Szentcsú, az jó. De jó, hogy nem Rudit tettem be. Még Pidgeotto még jó is a föld ellen. Csak el legyen Poison Stingje a Sandshrewnak. Ah, van Poison Stingje, az nagyon-nagyon kaka. Az nagyon szar. Jó, nem találtál, nagyon fasza. Wingetek. Bum. Jó, Scratch az jöhet. Az elég jó bírtuk. Jó néz ki amúgy a Pidgeotto. Majd akkor Pidgeot lesz. Hű, 36-om. Oh, még egy Poison. Csak ne PS-en könyörgöm, kritikál hit, és megkaptuk a PS-en, a faszomat. Bérjen belé te, Sandshrew. Föltípus vagy, azt tudod a méreg támadásokat, olyan vagy, mint egy Nidoking. Jó, pikketek. Jó, Sandshrew van antidótunk. Oké. Csak magas a defense ennek a rohadt Sandshrewnak. Majdnem meghaltunk. Jó, neked kettő Pokémon van egy Nidorened is. Jó, egy Nidoran hímed. Jó, hát arra Rudy befizet. Csak nehogy, hogy kapjunk még egy PSN-t a Rudytól, vagy a Nidorentől. Nidoran hím. Hát őt kicsit megsokkoljuk. Double kick, az még jó. Főleg, hogy alig sebez. Még egy Thunder Shock, nagyon jó, ez az. Meg vagy te is. A másik harcig meggyógyítjuk Pidgeottót. És két Great Ball-t is kaptunk, nagyon jó. Akkor, aj, vannak TM-eim, igen, a Potion, a Super Potion-t azt a gymre tartalékolom, Surge ellen. Nem tudom, lehet-e itt venni Potion-t ebben a Mártban itt Kármivárosban. Kéne tudnunk, mert azért már itt magasabbak a Pokémonjainknak a HP-uk, tehát kéne venni, még egy Poison-t rádobunk a... Ezért veszek mindig antidótos kacoknál, ezért veszek. A legfontosabb az antidót. Még a Paralyze Heal még nem annyira, az is fontos, de az antidót az a legfontosabb. Mert minden szar, még egy föld, még egy Sandshrew is tud mérgezni, látjátok. Egy Nidoran nőstény. Neked is kettő pokét van, Pidgeotto, gyerünk! Ezt legyűrjük! Jó, kis wingetek. És ennek is van Poison Stingje, hát befosok. És megint megkaptuk a PS-et. Nem szeret engem a játék, bassz meg. Basszunk oda neki egyet. Egy olyan erősebbet. Még egy Poison. Csipegeti a HP-mat, rohadjon meg ez a rohadt Poison. Megvan, nem tudom mi lesz a másik, majd cserélünk. Jigglypuff, váltunk Jigglypuff. Te jössz, állj vissza, úr. Kicsit te is harcolj. Csak szingje ne legyen. Csak szinged ne legyen, te állat. Mindvip. Bide. Jaj. Az egy elég szemét move az a bide.
fel egy PS-en. Ha jól tudom, ha megtámadjuk a bájt közbe, akkor annak a dupláját teszi ránk damage-be, ha jól emlékszem. Ezt nem támadom meg direkt. Aha! De! Az a... Vine Whip-emnek a talán a tripláját sebzi. Na ez a bájcs, kacok. Én sem tudtam pontosan mi, de most rájöttem. Ez a régi első generációban nem volt, az Emeraldban volt mindig a Meditite move-ja. Nem baj, szétrugdosom a Jigglypuffot. Szentcsó van a revive-om. Rohagyj meg a bájdoddal! Kis sajszí. Rúgjuk szét már ezt a Jigglypuffot. Jó. Jó, kemény az Jigglypuff. Jó, Rudy level 20, nagyon jó. Tőhez is nyertünk Great labdát, és... Revive, hol vagy Revive? Potion? Gyógyítanom kell, mindenki meg van dögölve. Antidote, Pidgeotto, Revive. Jó, hogy most kaptunk Krumplitor Revive-ot. Na. Úgy. Egy heal, nagyon jó. És akkor van a Dive vissza úr. Ezt a tengerészt megcsapjuk vele. Ilyennel tele lesz a Szentanna amúgy. Ezekkel a tengerészekkel. Általában vízi, ritkán harcos típusuk van. Mondom, Tentacool, tudtam. Majd mondom, Goldin vagy Machop esetleg, így harcos. Jaj, csak ennek is van poisonja. Csak úgy szólok, ez félig méreg a Tentacool is. Acid. Az nem okoz poison. Na, végre Pidgeotto, ez az. Végre egy Pokémon, aki ellen nem kaptunk mérget. Itt még van valami. Van valami a fűben, egy Paralyze Heal, nagyon jó. Ott egy nagy Growlite, egy huge Growlite. És Growlite-unk nincsen. Szóval az azt jelenti, hogy ezt el kell kapni. Ezt elkapjuk, ezt a Growlite-ot. Hát szerintem őt Pokéballa nem kapjuk el, de megpróbálom. Vagy meg kell letetni, vagy Great Ball. Szerintem, de... Na? Igen, kijön. Na, etetünk. Akkor etetünk. Jön a Raspberry. Raspberry szezon. Mana szezon. Oké. Pont akkor ugrott föl. Yes. Jó lesz. Most érzem, hogy jó lesz. Fuck yes. Oké, meg is van. És akkor megvan ez a nagy Growlite. Ez zsebbe van. Megyünk itt tovább. Ó, itt még van kettő. Még van két kis mukkancs. Köszöntöm a kedves nézőt a csatornán. Mi a helyzet? Mondj valami szépet és jót. Ó! Jó, Charmander. Egy jó kis Charmander.
Na, majd megalázzuk. Jó, azt hittem, hogy bebörnöl minket. A bőrhílünk az... Ha jól tudom, nincs. Na, két Great Ball. Nagyon jó. És akkor van még itt egy. Van még itt egy kis csákó. Camper Jeff. Ó, tökéletes. Bellsprout. Ezt egy wingetekkel szétalázzuk. Szegény. A típus előny mindenek felett. Na és akkor itt is vagyunk, Kármin városba. És itt is van a Squirtle, itt van Jenny Arrow is. Igen. Nem mondod, hogy kell 60 Pokémon a Squirtle-höz. Nem mondod, hogy kell 60 Pokémon Squirtle-höz. Mert a Charmander-t nem akart, nem tudtam, mert nem volt meg a 40 Poké. Hogy állunk Pokémonból, azt hol írja? Ja, Pokédexbe írja szerintem, hogy nekünk mennyi van. Huszonkilenc. Nem mondod, hogy csak 29 Pokémonunk van. De sürgősen el kell kapni minél többet. Jó, de az mondjuk most sok idő így. Mert nekem az körlő, az kell. Tehát én Blastoise nélkül nem akarom ezt a játékot játszani. Blastoise nekem kell. Imádom Blastoise-t. Mondjuk az Arcanine is se rossz. Most így belegondolok. Hát úgy akarom mondjuk tűztípus nélkül végig lehet vinni a játékot simán, mert a repülő ugyanazt tudja, mint a tűz. És a repülő nélkül meg nehéz, mivel a HM-et, a flight, azt a repülő típus tudja megtanulni. Sima tűzet nem akarok. Én a Pidgeotot szeretem. Én Pidgeotba reménykedem, hogy jó lesz a végéig. Én a Fire Red-be végigvittem, nekem mint repülő Pokémonom Pidgeot volt, meg voltam vele elégedve. Egészen Elite 4-ig, Brunóig. Brunónak a Pokémonjaival is jól elbánt. Ott is nagy hasznát vettem, szóval én most a Growlite-ot kiveszem. Nem tudom, hogy Ivysaur ő meddig lesz a csapatba, mint fűtípus. Ideig lehet. Erika, vagy Erik? Erika? Ki az Loreal ellen jó lenne. Erika ellen Pidgeotó lesz a jó. Ó, itt a horgász. Ő tőle kapunk Rodot, ugye? Vagy nem? Nem. Azt a másik házba kapjuk. Itt egy hiker. Would you like to trade a Geodude for my Geodude? Oké, level 9-es. Offers trade. Trade Pokémon. Jó, hogy ő vele lehet cserélni, és mivel a Geodude-ot elcseréltem, ezért lehet gólemem? Ugye? Ilyenkor lehet gólemem. Na, megnézzük egy cserét. Ilyet még nem láttam. Mert nekem nem volt meg soha a teljes játék, vagy hát a... Nekem csak a Fire Red volt meg. És én nem tudtam cserélni sosem, tehát nekem gólemem nem volt. Aha. Ha jó néz ez ki, hé. Hé, azt nekem kell. Nekem kell, milyen Geodude ez, mutasd. Igen. Hol van?
Level 16-os Geodude. Check summary. Bind Rock Throw Steltrak Takedown. Nem néz ki rosszul amúgy ez a kis Geodude. De ő nem földtípus. Ő elektromos. Elektromos szikla Pokémon. Ez a Geodude egy elektromos szikla Pokémon. Mi van? Van ilyen, hogy elektromos szikla Pokémon Geodude-ból? Én azt hittem, hogy kapok egy cserét, és akkor tudok, mivel cseré, tehát Graveler csere által fejlődik tovább Golemmé. De ilyen, hogy elektromos szikla Pokémon, ilyet még nem láttam Geodude-ból. Jó, nem kell amúgy, de... De jó, érdekes. Kicsit érdekes. Ővele voltunk. Na, akkor megyünk Diglett alagút. Legfontosabb elfogni a csapatunk negyedik tagját. Ami egy Diglett lesz, vagy Dugtrio, attól függ, hogy mit találunk. Remélem Dugtriót. Még azt nehezebb lesz elkapni. Kisgyereknek magyarázza, gondolom az anyja lehet. Különböző pokilabdákról. És akkor Skirtle, az kell 60 poké? Jó. Elmegyünk a boltba. Te, kis csaj? Azért vannak újdonságok a játékban. Speaking of which, you know, ismered a Grimert? Ő az óceánnak a... Sludge az a méreg, ugye? Sludge. Hát, ja, ilyen. Ő volt is egy anime rész, emlékszem, amikor a csatornát ellepték a Grimerek és a Mákkok, és Esséknek ott kellett valami rendet tenni. És igazából ott fogta el Ess a Mákkot, tehát... Még Ess az egy makker volt, nem volt szerencsé, csak egy makker. Ahogy tudnánk lovagolni a Growlite-on. Puppy Pokémon Growlite can be found a root setup. Egy puppy Growlite-ot kell elfognunk a root 6-on, most megyünk a root 6 fele. Catch 5 darab Growlite-ot kell és jöjjünk vissza. És akkor tudunk? Itt meg a Megikárpos kis csákó. Hát igen, Megikarp az elég kis esetlen kis poké, de egy nagyon epic Pokémon lesz belőle. Itt van amúgy Search hadnagy. Igen, itt van a Vermilion City terme. Csak először a fát kell megszüntetnünk ott. Az meg majd a Szent Annál lesz. A hánytatós kapitánynál. Az is egy jó rész lesz a hánytatós kapitány. Ott egy Machop a háttérben. Amúgy, és akkor amit veszünk, az... Hát ez mindent, tehát mindent kell venni, az fontos. Super Potion, na az na, abból amennyi. Egy 9 Super Potion, úgy adok el dolgokat is, nem csak veszek, adok is el. Antidote, azt használtunk. 7 Antidote. Jó, revive, mi van? Revive-unk az van még 6, igaz? Ja. Még revive-ot nem is tudok venni. Ice Heal, Awakening. Awakening az elég olcsó. Az elég fura itt az árazásos kacok. Egy van a táskában. Elég furák az árazások itt. Például az Awakening az drágább, meg az Ice Heal az alapjátékokban. Itt meg a antidótokat emelték meg egy 100-assal többbe kerülnek. A Burr Hill az ugyanannyi, a Paradise Hill-t is megemelték egy százassal.
Hát igazán a pokéballban mennyink van? Van 60 pokébólunk, hagyjaj. Great Ballban van 31, jó, az... Még eladni szeretnék. Ami van. Dófoszil nem adjuk el, hogyha van. Special, X Special Defense. Azt adjuk el, az nem kell. Most nincsen sok mindenünk. Még ott egy nugát amúgy, azt el tudjuk adni. Még eladjuk ezt a Guards Packet, ezt se kell, semmi nem fogom használni. Escape Rope-ot azt még használhatom. Nuggetet eladjuk 5-ért. Úgyhogy ürüljön a táskánk is, oksa. Majdnem ugyanegy pénzünk lett. Ó, nem, mert 32-ünk volt. És ott egy Machop. Azt még megnézzük azt a trénert. Itt van Machop. Machop is stamping the land flat. Ez egy ilyen Machop küzdőtér konkrétan? Ott volt egy item, skacok. Ez mi ez, ami konténer? Itt egy full heal találtam. A full heal az nagyon fasz a kis move, item. Az a bármilyen státuszból ki tudod gyógyítani a Pokémonodat. Tök mindegy milyen státusza van, ki tudod gyógyítani. Mi van Ivy? Ivy szóval mit találtál? Igen? Mondjad, Ivy Sour. Ivy Sour seems keep on the new found full heal. Ivy Sour take you scan the flowers. Jaj, szereti a virágokat, Ivy Sour. Értem. Értem, hogy visszavart, tehát hogy szereti a természetet. Ja, és ez a Route 11. Aha, ez nem a Route 6. De mi a Route 5-be voltunk, ez meg már Route 11. Ott egy Elite Trainer, lejövünk ide. Bemegyünk a Diglett alagútba. Diglett Cave. Itt csak Diglett van? Ott, ami Diglett van, itt Dark Trio. Itt egy Diglett. Megnézzük hanyas szintűek. 10, 14. Nem tudom milyen magasak a digletek, de nem baj. Most kellenek a Pokémonok a Skurple-höz. Amennyi diglet van, mindet elfogom. Amit látok, minden. És akkor utána a legerősebb diglet lesz a csapatomba. Hoppá! Kis súnyi állat, hogy kijött a Lastiból. Ez az. Jó, meg is van. Meg is vagy te! Rúsa disznó állat. Kezd a fejlődés tudunk így. Jó, akkor Diglett benne van a csapatban. Dugtrio! Dugtriós kacok, találtam Dugtriót. 20-on, hanyasak a Dugtriók? 17-es! Hát de 26-on lesz a Digletből Dugtrio, nem? Ezek, azért tudom ezeket, én nagyon sokat játszottam annó Fire Red-del, tehát ezeket ismerem. Körülbelül Mimivé fejlődik tovább, hanyas szinten. Ó, kaptunk egy Nice-t. Hát az, hogy bemegy a Pokéballba, nem hiszem. Már kijön egyből. Hát ide Great Ball-t fogunk nyomatni, skacok. Elő is veszem a nagy lasztikat. Na. Ej, pont akkor! Ti! Szemetek! Most ezek szórakoznak velem? Na, azért. Szórakoztok itt velem. Vakondok. És kijönnek, bazd meg így is. Hát ez befokás. Na, akkor... Nana Berry. Egyetek! Na most talán belemennek. Yes, sikerült is.
Hű, Dactrio! 17-es a Dactrio. Level up-ot Pidgeotto, nagyon jó. Megnézzük, milyen a move-ja. Mik a move-szettjei. Megnézzük a move-szettjét ennek a Dactriónak. Hol is vagytok? Itt vagytok. Csak summary. Sima földtípus. Szendetek. Meg growl, meg fury swipes. Azt hiszem, ennek van földtámadása. Hát van szendetek, de hát az nem támadás. Hey! Ti itt a bacsopokkal mit kerestek? Hello! Ezek nem voltak itt annó. Jó, itt nem tudunk tovább menni. A path is closed because Diglett ducked menni. Aha, tehát a Diglettek itt beásták magukat, és elbarikádozták ezt a helyet. Fitting the host, don't you challenge Verminosity Gym? Tehát a Verminosity Gym után tudunk idejönni. Jó, oké. Te Diglett? Még ezt a Diglettet elkapjuk. Ez egy 18-as Diglett, kacok. Váltunk Pokéballra. No. Belemész akkor is. Na, mi ellenkezős. Kis vakon. Akkor is belemész, ha én mondom. Nem mondod, hogy etettem kell. Szereted a málnát? Köszöntöm a kedves nézőt a csatornán. Nem akar benne maradni, nézd meg. Ellenkezik. Hát rádom a krétlasztit, hogyha ez nem megy be. Na, akkor most jön a second face-em. Ahogy Dark Souls-ba szokott lenni, second face. Hoppá! Na ne! Most ugye ez egy hülye vicc volt, mi? Most ez szórakozt? Most megzabáltattam, rádobtam a nagy lasszit, és kimenekült a labdából. Hát, ilyen pofátlanságot. És ez egy ráadásul egy vakond. Talán most? Na. Harmadik próbálkozás. Nem akar. Ezekkel a Diglettekkel nincsen szerencsém. Egyáltalán. Na, ott egy nagy Diglett. It's huge. Kár, hogy nem lehet legyengíteni őket. Itt Fire Red-be. Ez meg egyből sikerült. Hát igen, itt is a százalék, hogy mennyire jön be. A level up-ot visszaurunk. Nagyon jó. Megnézzük, hogy ennek van egyáltalán... Nem ezt akartam. Nem a Pokédexet akartam megnézni. Ha nem... Megnézzük a... Mit tud ez a mi kis Diglett, hogy milyen movesetje van. Hát igazából ugyanaz. Vagy nem ez a 13-os Diglett, jó.
kéne egy földtípus Search hadnagy ellen, és szerintem a... Akkor lehet, hogy a Dugtrio lesz. Hogyha... Más nincsen. Ah, ő egy coach trainer. Ah, persze, hát az XP az kell, meg a labda is, meg a pénzed is, meg hát minden egyéb. Nem mondod, hogy egy ratatád van coach trainer létedre? Amikor Gary mutatta fel a ratatáját a Fire-edbe, akkor röhögtem. És hogy most is, azt fogom, 21-es ratata. Ó, őket tud. Sötét támadás. Ha mivel leheted ezt a ratatát? Hé! Hey. Alig sebeztem rajta valamit. Pidgeotóval alig sebeztem rajta valamit. Aha! Hát itt most nagyon nagy szar került a palacsintába, inkább most leszendetekeljük. Amint csak lehet. Nem tudtam, nagyon jó. Megyünk Dugtriót, hogy mit tud. Mondjuk van egy digünk, hogyha jól tudom, igaz? Hát diget a rakétacsapattaktól szereztünk. Puri szájpszalú. Aha, nem találtuk el. Nagyon jó. Megaláz minket egy kis ratatabazd meg, skacok, hé. Hey. Milyen coach trainer ez is. Már mondjuk ennek retikétnek kéne ilyenkor lennie. Szívós. Meg is alázott minket. Bazd meg, szar került a palacsintába, skacok, hé. Hey. Rudi, Rudi, ments meg a világot, gyere Rudikám! Egy double kick-kel basszuk szét a száját neki! Mennyire szívós már ez a ratata, hé! Oké, hogy coach trainer meg minden, de akkor is. Még egy double kick. A kritika? Nem. Azt hittem. Rudi annyit nem sebez szerencsére, mert Rudi is elég tápos. Jó, meg is van. Yes! És alig kaptunk XP-t azért a kis szarért. Ajajaj. Öt Pikachu candies. Hoho, Pikachu cukrokat kaptunk. Amivel tudjuk Pikachu-t erősebbé tenni. Nagyon jó. Most elmegyünk gyógyítani, vagy nem. Kivesszük a Digletet. Jó. Visszamegyünk gyógyítani. És akkor megyünk tovább. Most szétalázott minket a ratatájával, a fél csapatunkat kibelezte. Lépkedjél vissza, urkám. Először azt a kisgyereket megalázzuk, szegénykét. Remélem, neked is ilyen boostos ratatád lesz. Cheater ratatád.
Ó, Nidorino, hé. Kemény. Nem, nem is, nem, nem is, Nidorino, vagy. Ide mondjuk kellett volna a Diglett, a Dugtrio. Hornetek! Jó, meg is van, Nidorino! Kipipálva! Rudy 21. Rudy Lord Thunderbolt. Az nagyon fasza kell. Kell. A Thunder sok helyet megtanuljuk a jóval erősebb Thunderboltot. Itt te hol mutatja azt, hogy mennyivel erősebb amúgy? Mert ugye tudom, hogy mennyivel erősebb, mert többet sebez a Thunderbolt, mint a Thunder Shock. De hol? Ja, itt mutatja, hogy 40-et sebez. Thunder volt pedig 90-et. És ugyanúgy 100%-os accuracy. Haha! Kisgyerek, megbasztam a szádat! Ott egy Drowzee. Azt kell a Drowzee. Kell a Drowzee. És jön utánunk a kisvakon. Ott egy Drowzee. Amúgy. Kevesebb a tréner. Super potion. Aj, Drowzee, ezt el is kapjuk. Ebből lesz a Hypno, mi? Ebből lesz a Hypno. Mindig mellé dobom. Hogy? Hogy leverjem a mikrofont itt. Mert nincs olyan sok helyem itt nekem. A második próbálkozás. Drowzee-val. Na. Neki ütött, neki baszott adott a kezem az energiaitalnak. Van behűtve mellettem. Úgy érzem, kelleni fog a mai streambe. A kar, hé, benne maradni abba a hülye lasztiba is. El is menekült, yes! Buktam vagy 5 labdát. Szélő Dörk. Poliveg. Poli az nem vág, hanem poliveg. Sokan poli vágnak ejtik. Pedig nem az a helyes. Hipnózis jó, nem találtál szerencsére hipnózissal. Még bingetek. Water gun. Akkor egy quick effect a végére. Yes! Machop marad. Marad Pidgeotto. Mondom, van machopuk is ezeknek a trénereknek, a széleröknek. Arra te csop. Majdnem megalázott minket, egy HP. Nagy mákunk van.
Szép. Jön egy most egy gyógyítás jön. Rádobok most egy super potion. Jó, mit is akartam? Mi a megtanítani TM-et? Van digünk. Nem? Van digünk. Ja. Grolt azt elfelejtjük. És megtanuljuk a jó, jóval jobb diget. Most már lesz valami használható támadás, hogy daktriólag. Jaj, bocsánat, társításért. Itt lesz egy nagy drózi. Megpróbáljuk még itt elkapni simán, aztán ha nem jön össze, akkor great ballozunk. Akkor great ball. Na, na, na. Yes, 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 yes. Üzsotó level 20. Hát eretikét. Azt is elkapjuk. Olyanunk sincsen. Legyen ebből nagy formából is egy undorító. Na nézzük retikét! Ki jött belőle? Gondoltam volna, nem olyan egyszerű. Hé! Hey. Most összejön! Most összejön! Most össze... Nem jön össze! Ne állat! Nice! Basszuk rád egy nagy dustit. Ne ugrálj már! Úgy. Ki jött a Great Ballból, basszus? Igen, egy állat ez a Redikét. Nehezen belement. Nem volt szép dobás pedig. De nem marad benne. Hát pedig egy kurva great ball és egy szar etikét. Na. Zabály. Hát basszus! Hé, te! Add vissza a raspberry-met, te! Drozi! Hol van etikét? Hol a raspberry? Hol vannak az itemek? Hol vannak a raspberry-jeim? Megint megzabált egy hülye patkány egy mánát. Hova lett az itemeim? Na. Ez az?
akarnak benne maradni a lasztiba a Pokémonok. Kezdek kicsit bedurvulni. Na azért. Ez a jelszós kacok, kezdek egy kicsit bedurvulni. És egyből jönnek. Újabb Drowsy. Na egy Pidgeotto is, ezt is elkapjuk. Áj, bocsi, megint beleütöttem az energia italba a kezemet, inkább arra teszem. De már sokat fogok szokni ebben a Pidgeottóval, úgy érzem. Főleg sima pokéballal. Talán most. Ez! Ivysaur 21. Körülbelül kapom a szinteket, kapom az XP-t is ezektől a vad Pokémonoktól is. Az a jó mondjuk ebben az újdonság a Fire-hez képest. Mert ott vagy XP-t szereztél, vagy Pokémon-t fogtál el, ott mind a kettő nem volt egyszerre. Itt egy villanyszerelős csávó, ennek elektromos típusa van, itt jó lenne a Dugtrio. De Pidgeotto biztos nem lesz jó. De ő van elő, mi? Voltorb. Pidgeotto van elő, az nem jó. A szoppantó az nem jó. Csere, mert megrázzák, és sűcsirke lesz Pidgeottóból. De jó, dig! És dig! Boom! One hit kill! Yes! Már van egy föltámadás a Dugtrióra. És level up-oltunk. Legyőzzük ezt a gentleman-t. Soha nem láttak itt előtte. Jó, hát... Gentleman Wilco. És Vulpix. Ide is jó lenne a Dugtrio amúgy. De jó, hogy a Pidgeotto is. Vulpix az egy jó Pokémon. Egy jó tűztípus. Kicsit defenzív. Confuse Ray. Aha. Összezavaró sugár. Na remélem nem sebezzük magunkat 20 körön keresztül. Hurt itself. De magunkat sebeztük. Ember. Remélem kijövünk a Confuse-ból minél hamarabb. Az meg is magunkat sebezzük. Lehet, hogy meggyaláz minket az a Vulpix. Ez az kijöttünk a Confuse-ból, nagyon jó. Yes. Gentleman Wilco. 2160. Három pokéból. Azt a villanyszerelős komát, az Dugtrióval győzzük le. Csali?
Hát most igazából csak harcolunk, amennyit csak lehet. Magnemite. Az jó, van a dupla típus előnyöm is van. Dig. Ez annyira jó a animation, hogy... Motor marad. Marad Daktrio. Újabb dig. Csavarkulcsos engineer. Mérnökök. A csavarkulcs a kezébe. Azt bírtam mindig a Pokémonban, hogy amilyen szakmájuk volt a edzőknek, olyan típusú Pokémonjuk volt. Tehát egy villanyszerűleg elektromos Pokémonja volt. Nem tudom, miért nem lehet egy tűz típus, vagy egy fű, vagy egy szikla, nem. A sziklamászósoknak mindig szikla, föld, nagyon ritka harcos típusuk volt. Az úszóknak csak víz típusok volt. Aki tűz mellett ment el, az tűz típust használ. Ah. Win, lose or draw. Győzni, veszteni vagy döntetlen. Hát csak győzni. Diglett! Nekem nagyobb van. Nekem három darab van. Nekem három digletem van. Na gyerünk, furi swipe szoló. A Fissure az már hit killes amúgy, csak szólok. 26-os a diglet. 26-os a digletje. És bejött a Váhites move. Ez Váhites move, skacok, csak úgy szólok, Váhit KO. A Fissure 30% accuracy-e van, viszont Váhitel. Rohadjál meg. Bebaszom Pidgeotot, de Pidgeotóra imbul is a Fissure. Milyen repülő típus? Wingetek? Hülye gyerek, nekem Iburics vagyok te. Így nyomta a Fissure-t. És a Quicketek. Jó, 3000 pénz. Gyógyítunk először is. Hol is van? Oké. Mi van? Szuper repel. Nagyon jó. Ez ilyen Aroma Lady lesz. Már zenéből is hallottam, hogy ez egy Aroma Lady lesz. Last Tomo vagy. Jigglypuff. Gyerünk, dig! Hogy de jó defense körről, az nagyon nem jó. Az nagyon nem jó. Ne! Ah! Oh! Jó. Még egy dig. Iszok már egyes kacok, mit szóltok hozzá, ígyunk egyet, közösen.
Itt az energy drink, amivel kétszer beütöttem a kezem, akkor ígyuk már meg. Pidgeotto 21. Nidorina nagyon jó, marad, típus előny mindenek felett. Elfőkik. Yes, van hit kill. Na, meg vagy te is. És még itt szokott, itt van még, nem? Ott nem, ott még egy item van. Ha jól tudom, erre vannak a Snorlaxek, nem? Vagy a egyik Snorlax itt van. Ő az O-professzornak az asszisztense. Megvan? Hm? 28 van meg, bassza, még kell kettő speciális Pokémon. Tehát 28 félét kaptam eddig el. Neki félekkel, nem Pokémon mennyiség. Most valami Judge-ot kapnánk 30 után. És itt a Snorlax. És rá kell majd a Sheep, ugye? Vagy az a kis furúja. Pokémon toronyból majd kapjunk. Ezért most körbe kell menni emiatt a dagadt állat miatt, a Snorlax miatt. Át kell mennünk egy Rock Tunnel-ön. Először benézzünk a Szent Annára. Az itemet még felveszünk. X-Defense, jó. Mr. Mime! Ő kell. Mr. Mime. Az a legopébb anime karakter, az a Mr. Mime. Na talán. Great Ball-al sikerült elkapni amúgy. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű, ezt meg kell etetni. Odaadom neked a Pina Feather-it. És egy van. És elteleportált a szemét. Megette a kaját, lehet, hogy nem ízlett neki, azt elmenekült. Hey. Mindig mellé dobom. Állj le! Kis picsikém, állj le! Azaz. Yes! Meg is van! Rudy level up! Most megyünk a Szent Annára, ott van Poké, vagy hát hillelő. Hát Poké Center, ja. Konkrétan a Poké Center van a hillelés.
Sailor Setet megkaptuk. A személyzet tagjától. Sailor Set. Sailor Set. A clothing trunkba. A ruhatárolóba. Choose outfit for Rudy. Válaszol neki is a sapkát. Sailor cap. Sports cap, ő jó, az oké. Milyen ruci van neki? Ez jó, ez a Sailor T, ez jó, azt tetszik, ez a kék színű. Beöltöztetjük kicsit Rudit. Switch Bruno. Ez mondjuk jobb. A Sailor Shoes, az jó. Jó, van bagünk is. Úgy táskát is lehet. Jó. És Dugtrio konkrétan a stéget is fölássa. Imádom Dugtriót. Atya isten, ilyen jó néz ki ez a Szent Annas kacok. Na, ez jó lesz. Ezt már érzem, hogy jó lesz. Itt van Krumpli. Ott van Gary! Gary Oak! Bonjour! Blue, de ez a Gary. Sailor Sable from Blue. Ismertek a Team Rocketet? Hát hogy ne ismerni? Remélem itt is lehet velük harcolni itt a Szent Annán. Animébe lehetett. Na, hol van a hillelős? Az a lényeg, a kis csajsz. Ő, na, ő nála lehet hillelni. Van két ágyikó, megfáradtál kicsit? Gyere aludni. Hát, mit mondjak, nem rúgnám ki az ágyból, ahogy szokták mondani. Gazdák trió, gyere. Te is így vagy vele. Ki van most elő? Remélem a Dugtrio van elő, mert most őt akarom fejleszteni. Graulátja, az jó. Tűztípus, az jó. Ja, Dugtrio. Remélem a Magnitude-ot azt meg tudja majd tanulni egy idő után. Az hasznos lenne. Egy örkvéket. Mondjuk azt szerintem, hogy később fogja csak, de... De reméljük, hogy egyszer megtanulja. Csak te volt egyedül, jó van? Most minden ajtót benézünk, minden trénert összeverünk, aki csak van. Te kis. Te csak itt pihengetsz, jó van. Semmi nincs azon kívül, rajtad kívül. Kis csajszínak az jobban rültem volna, ott várt volna az ágyba. Mint egy öreg vén fószernek. Itt lemegyünk. Itt is vannak trénerek. Macsokés, csávó. Macsok! Imádom, macsampot mondjuk imádom. Jó lenne a csapatom, egy jó macsamp. Amíg a szélöröknek lehet, hogy víztípusuk van, az annyira nem lesz jó a Dugtrio, de... De hát ha legyünk. Hát ha tentakul, nem slowpoke.
Tulunk állj vissza úr, te jössz. Elég szívós fajt, hé. Elég szívós a slowpoke. Így, confusion, az nem lesz jó nekünk. Az nagyon nem lesz jó. Elég keves a sebez ez a vibe-i. Kéne valami jobb fűtámadás, egy Razor Leaf mondjuk. Ezek a Szió támadások eléggé megcsesznek minket, de most talán most már elintézik Slowpoke-ra. Azaz, szép volt. Kettő item is van. Full heal, az nagyon jó. Ó, ez meg egy elektromos csákó lesz. Egy megvan. Mondom, Voltorb lesz a másik. Valószínű. Nem, még egy Magnemite. Oké. Okay. Elixir. Oké. Nem, mert nincs vízágyúja Psyduck-nak. Megpróbálom megcseszni. Már van vízágyúja, az nem lesz jó. Nem, a másik körben azt használja. Tévis. Level up that trio. Olivag. There is Rudy. Ah!
És ki is próbáljuk a Thunderboltot. Milyen? Szegény Poli meg fogja bánni. Fájhatott neki. Szép volt, Rudy. Ott állj te. Super potion, az jó, hogy nem hagytuk itt. Itt egy horgász manus, még azt is elintézzük, aztán gyógyítunk a kis csajszinál, azt megyünk följebb a hajónál, hajón. Goldin. Van, hiteltük a Goldin, ja, kritikáit. Drózi miért kapott XP-t? Na mindegy. Őket nem akartam betenni a csapatba, a Dróziékat. Kapott egy kis potya XP-t. Na mindegy, ennyit kibírunk még. Orszi. Ő viszont nem bírja ki a Thunderboltot. Állj! Vissza, Pokébox, úgy. És akkor ő, amit kiveszünk, az... két Drózi. Oké. Menjünk erre tovább. Ó, oh, itt egy Wigglytuff. Úgy, de megijedtem. Még egy aranyos poki a Wigglytuff. Akkor nagy áll, akkora nagy ahhoz képest, a ágyhoz képest is. Jó nagy Wigglytuff. Na, te is egy tréner vagy, jó? Pont egy Pidgeot kaptam, de jó. Rá, nem jó addig. Ha
Remélem többen sapzak itt kettő a Fury Swipe-szal. Mert csak kettőt sem ez a Fury Swipe. El se találom, nagyon jó. Hogy bazd meg, bocsi. Erő Pidgeotto, adjál neki. A Dugtrio nem jó a repülő ellen egyáltalán. Na, gyógyít! Mi a Myron Move, ugyanúgy vinketek. Még pedig neki van vinketekje. Yes! Oké, okay, megvan. Pikachu-na ide jó lenne a Dugtrio. Switch. Remélem nem lesz kvikketek. Mert ő ellene jó lenne. A Dig. Csak ne krikketek. Jó, oké. Okay. Meghalt. Most krikketek el, amúgy. Hát most már késő. Yes, meg is van. Pikachu. Ilyen részege, mintha bedőlsz a árokba a ringáddal. Pikachu. I will learn takedown. Az, ha jól tudom, az recoilos támadás, igaz? Nem, Reckless full body charge attack slamming into target take also damage use a little. Igen. Tehát megtartom a múlja. Nem kell nekem takedown. Jó a tech-től is eddig. Nekem a Razor Leaf kéne. Nagy, de haragos volt a kis csajsz. Jó, gyógyítunk. Nem akarok mindig elmenni gyógyítani, most így gyorsan. Az unalmas amúgy. Ó, a kisgyerek! Észre sem vettem azt a kis sapkás hülye gyereket ott a szélen. Úgy bebújtott a fotel mögé. Még itemet akartam felszedni. Youngster Tyler. Na. Elássuk Mankit is. Yes, ez az, megvan. Meg kipipálva. És ennyi volt, csak egy Mankid volt. Fejlődjél még, kisbaba. Jó, Dugtrio, mit szerettél? Élvezi a... itt a szágutást a hajón. Ride the ship. Na, anya Dugtrio. Dugtrio boldog lett, hogy nyert az előző meccsen. Na, én is boldog vagyok, hogy nyertél. Bár az heal. Hát ha meg is tanulsz egy-két jobb move-ot még, Dugtriókám.
kelleni fogsz Szölcs hadnagynak. Ja, ez a internet, ez a titkos rendőr. Team Rocketről mesél. Akik föl is lehet menni. Jó, itt van a konyha. Szoktak itemek lenni, de úgy látom most itt így semmi. A kukákban sincsen semmi? Azt megnézzük, a kukákban van-e valami. Nincsen, nem tudok belenézni a kukába, jó? Szóval itt van egy item. Super repel, ott viszont van egy kuka. Amit nem őriz egyik szakács se. Nincs a kukákban semmi. Pedig itt berikkel tele volt a Fire Redben. Na, akkor menjünk fölfele. Menjünk erre. Ja, hogy a Katot meg tudjuk tanulni a kapitánynál, jó, azt tudjuk. Az oké. Na, mit talált a Pikachu? Ugye seems very excited. Na. Nagyon, nagyon boldog. És menjünk a hajó elejére. Azt mondta, jó. Ja, de közben azért harcolni is kell ezekkel a szélorokkal. Még azért megalázzuk ezeket a szélorokat egy kicsit. Seal! Ó, oh, na új Pokémon, Seal! Sima vízi típus. Viszont a Dugong az már félig jég is. Na, remélem nincs víztámadása neki. Akkor megaláz Dugtriót. Másik körbe előhette volna Grolt. Aqua Jet! Haha! Előtted magadat. Még egyig. Ez az, meg is van. Még a típus hátránnyal is jobbak voltunk. Imádom, hogy Dugtrio ilyen rohadt gyors. Meg alig fejlődik, macsó. Váltunk Pidgeotóra. Erő Pidgeotó, kenjed neki. Focus Energy sokat nem ér, igazából annyi, hogy a kritika hittes tám, tehát hogy kritika hitje erőtető nagyobb százalékba. Na. Tehát csak kinyögöm a végén, vagy. Mi? Annyi, hogy a kritika hites támadások azok nagyobb eséllyel lesznek most már neki, de hát... Ja, hogy nem élte túl azért... Nagyon nem jött össze ez neki. Itt van még egy. Még egy Sailor. Polyvag. Hipnózis, azt megúsztuk. Ezt viszont nem. Ezt a hipnózist, ezt nem úsztuk meg. De mert fölkelünk minél hamarabb, hogy megcsapjon egy Water Gunnal. Water Gun, rohadjál meg!
Ne, jó. Kelj föl minél hamarabb. Kis vakon. Dugtrio. Dugtrio. Kelj föl, léci. Megaláznak. Talán egy Water Gun túlél. Talán. Talán, nem biztos. Miért 8 körön át? Szípelek. Léci, 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 egy HP, jó? Fury Swipes, most! Yes! Ez az! Uff. Nagyon meleg volt a Pite egy HP-val. Alig kapok XP-t, nem? Dugtrio alig kap XP-t, én azt veszem észre, hogy így. A többiek azok rendesebben kapják, nem az XP-t, mint a Dugtrio meg alig kap valamit. Visszamegyek, lehet, hogy gyógyítani egyet. Gyorsan. Nincs messze annyira, hogy hílelő. Kis csajszi. Massive huge round Pokémon, ja, Snorlaxra mesél. Na, nem mindegyik, nem mindegyik ajtónál vannak trénerek. Itt mondjuk van a Sailor. A Sailor? Fia vagyok, ez a Fisherman. Magikarp! Hát ebben se gyerek sok XP-t. Ezt lehet, hogy még a trader is legyőzni ezt a Magikarpot puszta kézzel. Ah, van tekölje mondjuk. De miért nem találom el? He? Diglett, vagy mi a Dugtrio, miért nem találod el a Fury Swipes-szal, könyörgöm. Oké, hogy nem 100%-os accuracy-ja van, de akkor is. Jó. Te sem mondasz újat, te sem mondasz újat, jó? Senki sem mond semmi újat. Na itt, remélem veletek lehet már harcolni. Bonita, na egy új tűztípus, nagyon jó. Na ezeket szeretjük.
Nincs ott a 22-es. Szentcsúrú, jaj, az nem lesz jó föld a föld ellen. A szívós a szentcsúrút váltunk. Vine Whip. Aj, rohadt szendetek. Nem fogjuk eltalálni, vagy 8 körön el. Mondom. Viccid, az megy? Nem, semmi, most nem megy semmi. A főleg így, jó. Ajajaj, hogy nem fogjuk eltalálni semmivel ezt a szentcsút. De, várjuk, jó. Egy ő se talál el minket. Furival. Furesztor, elmész a csába, hé. Furesztorja van a gentlemannek. Látom Pidgeotóra. Látom, már nem fogjuk eltalálni semmivel. Majd csak hit 2x a Fury Swipes. Tehát csak kétszer támadok vele. Ez szarabb itt. A Fire-edbe, meg a többi verzióban 2-től 5-ig tudtam támadni a Fury Swipe-ot. Tehát tudtam, tudott 5 kicsit is támadni a Pokémon. Na de itt is lehet. Jó. Itt is lehet. Jó, csak eddig nem jött elő. Én is mindig csak 2-t tudtam támadni. Na, jó volt a Fury Swipe-ban, de leabál minket az a hülye Sandshrew, bazd meg. Erős. Bocsánat a csúnya beszédét amúgy. De néha csak úgy jön, tudjátok. De próbálom. Minél kevesebb csúnya beszéddel. Nugát! Az fasza, az kellett. Fuchsia váradban a... Mi a... Nem vadaspark, hogy hívják itt a... Na, az. Most nem jut eszembe a neve. Nem vadaspark, hanem ilyen hasonló. Ahol lehet nagyon sok Pokémon, tőle Kangaskhan, Scyther fogni. Nem, vagy most a Jurassic Park jut eszembe, a vadaspark, de nem az a neve. Van ennek egy neve, csak nem jut eszembe most a neve valamiért. Mert mindig akkor nem jut eszembe, amikor kéne. Általában. Dactyl-re nyomunk egy potion-t. Jó, és akkor mindenki full HP, és Dactyl jó kezd. Itt lesz a riválissal egy csata, Krumplival. Nem véletlenül gyógyítottam.
A Safari Zone, tényleg, most teszem a Safari Zone. Ahol vannak ezek a Pokémonok, a Fuchsiaváradi Fuchsiavárad mellett konkrétan, edzőteremtől nem messze van. Ó, és egy pont egy Pidgeotót kaptam, de jó. Gyerünk, Rudy. Az undorító támadás, a szendetek. Egy meg is van, nagyon jó. Rudy 23-as. Ivi. No, maradjon. Maradjon most. Rudy. Ivi is elég szívós neki. Kvikketek. Ó, Super Potion, de jó. Szívós ez az Eevee-je. De hát legyőzzük mindjárt. Nem találtuk el. Na, azért. Nem találjuk el a double kick-kel. Rám nyomtak egy szendeteket, a rohadt Pidgeot, azt kétszer nem találtam el a double kick-kel. Háromszor nem találom el, hé, hát azért, na, de kicsit már ez túlzás. Háromszor nem találom el. Na, rúgjuk már szét ezt az Eevee-t, na végre. Jó, kettő. Háromszor nem találtam el, és csak egyszer nyomott rám egy szendeteket az a szar Pidgeotója. Dactyló level 20, ez az. Odish. Gyerünk Pidgeotó, te jössz. Jössz Pidgeotó! Level 20-as Odish. Ennyi, mert három Pokémonod volt. Megvan Krumpli, legyőztük. Kicsit erősebb vagyok, hát egy picit csak, nem sokkal. Találkozó kapitány ad egy Secret Techniket, jó. És akkor itt van ez a kapitány, aki tengeri beteg. Képzeljétek el, ő egy tengeri beteg kapitány. You roped the captain back. There, Orfilo. És konkrétan meghánytattuk a szemetesbe a bácsit. Egy tengeri beteg tengerész. Erre varjatok gombot, a Pokémon világban ilyenek is vannak. Tengeri beteg tengerészek. Szeretnél tanulni egy technikát? Hogyne. Kettőt is, pika-pika.
Ja, és ez alapból a Pikachu tanulja meg a... Katot? Na várjunk, 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 mert eddig nem így volt a régi játékokban. A HM megtanulása. Na várjunk, a HM az nem támadás? Megcsinálták ebbe a játékba azt, hogy ne tegyenek kötelező HM-eket a játékba? Te úgy, hogy ne veszítsél le támadásokat? És nincs benne a támadások közös kacok a kát. Meddig úgy volt a régi játékokban, hogy a négy alap move-ot között volt a maga a HM-ek. És a HM-et nem lehetett elfelejteni. Csak egy bizonyos helyen. Amúgy én tudom, hogy például itt a Fire-ben hol lehet elfelejteni HM-et, az majd később, tehát még nem itt. TM-et el lehet felejteni, viszont HM-et nem tud elfelejteni. De ez jó, hogy a cut-ot, vagy hát itt most chop-down-nak hívják, de ugye ez a cut. Ez nem támadás, viszont ez csak a starter Pokémon tudja megtanulni. Na, ez egy újítás, és ez egy nagyon-nagyon jó újítás. Ez egy nagyon hasznos újítás a játékba. Ez tetszik, hogy végre nincsenek ezek a kötelező HM-ek, amiket muszáj megtanulni, mert anélkül te nem tudod végvinni a játékot, és elveszítek egy-két hasznos támadást a Pokémon anyaimnak. Most ásítani akartam, csak direkt visszafogtam magam. Gyógyítunk egy-egy gyors, aztán... Szerintem neki ugorjunk Szörcs Hajdnagynak, szerintem... Hát elég kemény amúgy a Szörcs Hajdnagy, de... Hát, ha legyőzzük. És akkor most útjára bocsátjuk a hajót. Jár egy asott Pikachu, hogy elbúcsúzott a hajótól. Na, addig együnk egyet. Van egy kis túrórudim. Az a... Bocsánat, hogy kaja közben beszélek. Ez a hajó az el fog süllyedni. Igen. A francba nézelte ki. Ez valami festő. About to try battling the fairy type Pokémon, yes, igen. Aha, lehet vele harcolni. És van egy tündér típusú Pokémonja? Kettő Pokémonja is van. Egyik egy Jigglypuff. De hát ő nem tündér típus, mert a Double Kick-kel meg tudom alázni. Na 21-es Jigglypuff. Még egy dig. Á, megúsztuk a szinget is, nagyon jó. Jigglypuff akkor megvan. Yes. Mr. Mime. Na, maradunk Dactriónál. Mr. Mime. A anime szerint, ha jól tudom, neki kapcsolata volt ezt anyjával. Amúgy. Reflect, júj, az a defense növeli. Öt körön át egy barrier pajzsot tesz maga elé. Kevesebbet sebeznek rajta a fizikai move-ok. Hát kevesebbet is sebeztek. Psyweave. Látunk Rudira.
Mi meg eszek egy Rudit közben. De erős ez a rohadt Mr. Mime. Thunderbolt. Nagyon szívós. Hát vagy meghal egy Thunderbolttól, vagy nem. Most ez a kérdés. Pont túléli. Hát én viszont nem élem ezt túl. Szegény Rudi. Rudi bazd meg. Hogy hátrált szegény, pika pika. Na, War Off, ott visszament a reflektje. És megint nem használja a reflektet. Megpróbálok egy Fury Strike-ot, hát ha eltalálom vele. Jó, megvan Mr. Mime. Kaptunk egy battle cap-et. Poharas sityakot kaptunk. Jó, nem felejtettelek el, na. Kacsintott rám a kis csákó, mintha le akarna smárolni konkrétan. Gyógyítunk, aztán megyünk. Viszont Skirtlőért mit kell még tennem? 60 Pokémon, igaz? Azt mondta Johnny Arrow. Az rengeteg az a 60. Még kis simába, főleg a játék elején. Hát még elején vagyunk. Milyen értesítése miatt már megint? Ja, kikapcsolom. Pillanat. Jó. Oké. Okay. Persze Jelkó kell engem értesíteni stream közben. Kalabot ugye a Pikachu a chopdown-t. Ő a breeder, igaz? Ő mutatja, hogy milyen Pokémon tudjunk használni. A tenger az nagyon szépen néz ki. Na, és itt van Search hadnagy. Így, ez a kukás elektromos, erre emlékszem, mert a kukás elektromos bizbaszra. Meg kell találni majd a kapcsolókat a kukába. Mind a kettőt egyszerre persze. És akkor Dugtrióval nekivágunk itt. Na és most 2 órája megy a stream pont. Még egy óra. Még egy óra lesz, kacók. És még itt vagyunk Search hadnagynál. Azt hittem már ott leszünk valahol a Rock Tunnel közelébe, de hát kicsit elhúzódott. És még így sem tudom a Skirtlőt elfogni. Vagy mi a megszerezni. De jó lenne. Lehet, hogy nem fogok nagyon tovább menni, hanem most Pokémon vadászat lesz. Minél több Pokémont elkapni. Azt majd a Rock Tunnel az egy más streamben lesz, szóval kövibe. Nekem kell Skirtle, ilyen egyszerű, kell és kész. Majd mondjuk itt vagyok Skirtle-nek nagy hasznát nem veszem. Surge-nél. Viszont az utolsó 2 terememester az hasznos lesz, Blaine és Giovanni-nál.
Önmegsebesítés! De állat is gyorsabb volt a Voltorbja, mint a Industrium. Hé! Hey. Szemét állat! Most én használtam... Jaj, Voltorb van még neki. Jó, kibetünk. Jó. Van még egy Pokémonja, azért használtam a Digget, mondom. Én használom a Digget, amikor nincs Pokémonja. Nagyobb szintűek a Pokémonok, mint én. Vagy hát a Dactyliumnál nagyobb szintű. Anyas lesz a Surge Raichuja, 25? 26? Elég kemény lesz. Mondjuk ellene megvan a taktikám. Ő Surge hadnagy alatt dolgozott a háborúba. Ez a Gentleman Tekör. Azt mondta nekünk. Meg a kriketekkel kiidegelnek ezek a Pikachuk. Mindig hamarabb támadnak, hiába vagyok gyorsabb náluk. Jó. Most lehet, hogy az lesz, hogy nem megyünk egyből neki Surge-nek, hanem egy picit lehet, hogy tápolni kéne Dactyliót. Én úgy vagyok vele. Fogunk Pokémonokat. Kapunk-e Pokémonokat? Persze a fa az mindig visszanő. Ahogy bemész egy helyre, egy épületbe, az egy másik pályarész. És visszajössz, akkor a fa az újra termelődik. Ugyanígy van a, majd a köveknél, ugyanígy lesz majd a Rocksmashnél is. Gondolom lesz benne a Rocksmash is, meg a Strength is. Mint HM. Itt egy Growlite. Na, meg neki is megyünk. Na, gyerünk! Hopp, egy Nice kaptunk is érte. Remélem Nice is lesz. Na. Ez az. Yes, yes. Oké. Okay. Ivysaur level up volt. Még elnézek a másik fűfele is. Még ott is vannak pokék. Na! Még egyszer megpróbáljuk. Hát ő úgy gondolta, hogy nem próbáljuk meg. Psyduck, 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 Psyduck. Growlite! Fejézzel Growlite beletrollkodott. Még a Psyduckot akartam elkapni. Nem baj, elkapunk még egy Growlite-ot.
Pont sikerült. Pont akkor érkezett le. Rollightban már rohadt sokunk van amúgy. Nagyon sok rollightunk van. Én úgy szállják a kacsa csőrére dobtam a lasztit. Ó, kijött a lasztiból. Újra próbálkozás! Nos! Majdnem. Már a negyedik lasszit dobom Psyduckra, most már jó lenne vele lennél. Kis kacsa csőrű emlősöm. Kis kacsa fürdik Pokémon tóba. És el is menekült. De jó, Psyduck, hogy rohadná meg. Hogy a csőrött legyen 30 évig retkes, én úgy azt kívánom neked. Kis Rattata, az is jó jön nekem. Még valaki itt van. Még egy Growlite. Annyi Growlite-ig lesz, mint az állat. Kutya kiállítást tudunk tartani. Lehet, hogy az lesz amúgy, hogy elmegyek a Rock Tunnel fele, aztán majd streamen kívül elkap, vagy megszerzem azt a Pokémon mennyiséget, ami kell Squirtle-höz. Pidgeotto level up-olt. Dugtrio-ra még kevés. De huge Rattata. Ez is nagyon jó. Nagyon jó. Ez az. Tehát jó level up. Yes. Lord of Slash. Ja. Nem kell Fury Scythe. Nem kell. Megpróbálom a Surge-ot legyőzni. Hát, ha sikerül. Van esélyünk, föltípusunk van. Immunis a elektromosságra a Dugtrio. Rezisztens a Ivysaur-ra. Meg Pikachu-s rezisztens. Egyedül a Pidgeotto-nak, akinek nem lesz nagyon hozzászólásait. Lehet, hogy elején őt beteszem, mint elsőnek. Vagy feláldozom. Első az Pikachu lesz.
az első Pokémon ellen. Szerintem az vagy Voltor, vagy Magnemite. Még a Magnemite lenne, az jó is lenne, mert van harcos támadásuk. Oh, igen. Yes, az egyik megvan. És most ha meg kell találni egyből a másikat, mert nem találjuk meg, akkor visszacsukódik mind a kettő újra. Egyből megtaláltam. Ez is ritkaság, hogy egyből megtaláljátok. Ilyen valamikor szoktam itt 10-15 percet szenvedni, amíg ez megvan. Most egyből rámentem. Egyből sikerült, mentünk egyet. Mert nem mentettem még. Ja, ez ilyen Mystery Gift. Jó, az annyira nem érdekel. Bocsi! Kaját tudunk adni neked, Piki? Egyéb Piki. Imádom Pikachut, nem szereti, jó, oké. Na és akkor itt van a Chopdown, mint Secret Technique, jó. Jézus, egyszer gyors elmentem, oké. És akkor jöhet Pikachu az első. Szevasz Surge! Jöttem a jelvényért, a Thunder Badgerért, azért. Ez amúgy a legepikebb csávó amúgy a egész a 8 teremmester közül, de még az elit 4-esek közül is. I shock, I surrender, és ez egy nem könnyű meccs. Erika azt szerintem könnyebb lesz. Majd a következő teremmester, de az még odébb lesz. Na, 25-ös a Voltor. Akkor mennyi lesz a Raichu? 25? 26? Lightscreen-t azt szólhatsz nyugodtan nekem. Azt lehet. Aha, hogy teljes immunis a effektre volt orv, jó? Újabb kőketek? Most én leszek a gyorsabb, így. Még egy kőketek? Elég lesz szerintetek? Remélem, egy jó erős kőketeket, Rudi. Nem. Thunderbolt! Jó. Jó, kőketek akkor. Egyik, a Voltorb az megvan, szerencsére. Remélem a második az vagy Magnemite, vagy Pikachu. Magnemite. Bent hagyjuk Rudit. Double kick. Thunderbolt, jajjaj! Na. Rudikának annyi. Nem, majd behozzuk Digletet, vagy Dugtriót. Nyomunk rá egy Diget. Úgy gyorsabbak leszünk, mint ő.
Sonic Boom az mindig 20 HP-t vesz le. Mondom, Raichu lesz az utolsó. Ja, Raichu. Szóhatos, Raichu, bazd meg! Ja, kvikketek, aha. Azt mondom, fél HP-mat levette. Csak ne öljön meg! Megölt kritikáit, bassza meg! Kibaszott kritikáit, hogy nekem meg sose jön be! Jó, állj vissza urakkor! Akartam volna Takfiót szintezni, de így nem lehet, bazd meg! Elsőre sikerült Surge. Yeah! Legyőzött egy gyerek! Mi van? Thunder Badge-ot ide kérem, köszi! Fuck yes! És elkaptuk az autó. Autograph. És megkaptuk a Thunderboltot, de azt már tudja a Pikachu-nk, szóval... Az annyira nem fontos, de jó. Jó, hogy van még egy Thunderboltunk pluszba. Na, mit szeretnél, Pikachu? Ahó. Hogy? Pikachu! Pikachu, igen, jó, na még? Na, szereti, még simizni kell. Még egy kis simi? Yes, ez az. Nagyon szereti a simizást. Minél boldogabb, annál erősebb amúgy. Hálos, ennyi, jó? Kaja? Adtunk neked már, de most adunk még egy málnát. Na, adj. Yes! Na, meg is vagyunk Pikachu akkor. Megvan a gyömözkölés, a nyom, meg volt a gyomrozás, akkor most már mehet a kemény munka, folytatjuk tovább. Menjünk a Rocktown-ról fele akkor. Azt majd videó kívül szerintem valamikor megcsinálom azt a... Ezt a szkörtlős 60 pokémonos dolgot. Ebben nem akarom annyira húzni az időt. Ott van Misty! Itt van Misty! Legyőztem Surge-ot azért? Szia Misty! Mit szeretnél? Jó szobítelt viszont... Legyőztük, igen. Misty hillelt a pokémonjaimat. Jó. Have you been a Diglett Cave? Ja, tényleg van a Diglett Cave fel elmegyünk. Már nyitva van a Diglett Cave. Ja, Mistyvel kell elmenni a Diglett alagút fele. Aha! Ja, csak megmutatja, aztán ennyi? Azt te velem megy! Nem, Pikachu, mit szerettél?
Jó, megint valamit akar Pikachu tőlünk. Na, ahó. Mint a... Looks like Rudy had a present for you. Ő adja nekünk! Tiny mushroom. A very small and rare mushroom. Top of the setting classic collectors. Jó, oké. Ennyi. Ennyit szeretne tőlünk. Jó. Akkor most megyünk a Diglett alagút fele. Most már tényleg. Ha találunk Diglettet, akkor azt elfogjuk. De csak amit találunk. Itt út közben nem fogok itt nagyon most megállni. Igen, most tovább is lehet menni. Ott van egy Diglett. De hogyha az utunkba nem esik, csak akkor. Akkor harcolunk velük. Mit szeretnél? Mit szereted a vén csákó tőlünk? Hát nem, most semmit, jó. Ja tényleg, még el kell ide jönnünk, mert a flash-t azt itt kapjuk meg. Itt kapjuk meg a flash-t, ami kell a Rocktanőrben, mert amúgy full sötét van ott azon a helyen. És az is egy HM. 3 Great Ball. És visszamegyünk a... A múzeumba visszamegyünk. Ide Ómvárosba, mert itt van egy cut, amivel vissza tudunk menni Ómvárosba. Brock városába. Visszanézünk. Ott van egy két törpis csajsz, itt megnéztük. Igen, a Butterfit azt néztük, igen. Ott van egy chop down, látjátok. Oh! Mit találtad, Diglett? Amit találtad, vagy a Dactrion, bocsánat. Bocsi, Dactrion. Egy raspberry-t, na az jó. Az mindig jó a raspberry. Köszönöm, Dactrio. Akkor hátba bemegyünk itt a múzeumba, itt vagyunk a személyzeti bejáratnál, és ott van egy tojás, egy őshüllő tojás konkrétan. Azt elvisszük. Azt odaadják nekünk konkrétan, ezt oda fogják adni. Megkaptuk az Old Embert. Ezt a tojást megkaptuk. Ebbe Aerodactyl DNS van amúgy. És majd a Cinnober szigeten Blaine városába, a 7. teremmesternél, ott tudjuk majd ezt az Old Embert kiváltani egy Aerodactylra majd. Lehet, hogy majd váltok Aerodactylra majd, hogyha akkor érünk. Mert Aerodactyl az a legjobb repülő Pokémon a nem az első generációban. Jó. Ezért eljöttünk, ezért érdemes volt eljönni. Tehát ide jöjjetek vissza, hogyha Aerodactylt szeretnétek. De máshol nem lehet megszerezni. Mennyi van még? Van még jó fél órám, oké. 35 percem van, az jó. Addig el tudunk jutni még valameddig. Még Rocktanőr előtt van egy kis harc. Szóval lehet, hogy Rocktanőr közepéig fogunk kb. Eljutni. De még kiderül. Ott van egy nagy ratat, azt lehet, hogy elfogom. Ha már itt van, akkor ezt gyorsan elfogom. Nőjön így is a Pokémonjainknak a száma. Hey! Te! Kis patkány! Meg leszel. Meg is van ez az. Jó. Nem tudom, hanyadiknál járunk. Mindjárt megnézem a Pokédexet, hogy hány Pokémonnál tartunk. Rudy 24. Rudy a Slam-et akarja megtanulni. Ne tanuld meg a Slam-et. Ó, professzor, asszisztens, igen.
De be kell jönnünk? Jó, bemegyünk. Na. Mit akarsz mutatni? Secret Technique Light Up. Hát ez lesz a flash akkor. Ezt is a Pikachu tanulja meg a chopdown mellett, a cut mellett. És akkor megtudtuk, light up, itt most így hívják a flash-t. Az krumpli. Ja, erre lehet tovább menni. Jó, hát én tudtam, hogy a roktánő fele kell menni. Krumpli. Jó. Itt kell Cerulean City felől jönni. Még ott el akartam volna menni, még ott lehet, hogy volt egy-két item, na mindegy. Hát akkor menjünk erre. Az a Ratata az még ott van a csapatba? Ja, őt kivesszük. Ne kapjon XP-t. Van itt még egy pár tréner, akit még így összeverünk. Szépen gyorsan, utána akkor jön a roktánul, ahova kell a flash. Majdnem egy hiteltük a Eevee-t, nem sok hiányzott. Jó. Gloom. Gloom, gloom. Akinek a tejföl van a szája szélén, mi? Már hát gondolom az van neki. Ki tudja. Ki tudja, hogy mi mindent összevett. Megcsapkodjuk egy kis wingetekkel. Megvan! Még van valaki? Ivysaur 24, jó? Két nagy laszti. Ott van egy Hiker. Még a Hiker ellen lehet, hogy a Ivysaur jobb lenne. Na. Kicsit nehéz ebben a Pokéból kontrollerrel menni. Joy-Connakkal talán könnyebb az irányítás, de ha már Pokémon, akkor Pokélabdával irányítsam már. Ha megvan. Michael Jeremy. Hmm.
Onyxot az nagyon jól leanimálták amúgy. Az a baj, most, hogy Digget fog használni. Hát ő második körbe is. Már nagyon lehet a Razor Leafünk amúgy. Már nagyon örülnék neki. Nem tudom, hogy a szinten tanulja meg a Ivysa úr. Az erősebb, mint a Vine Whip. Nem baj, egyszer úgy is lesz. Itt még, ott volt egy Bugcatcher, azt láttam. Még oda fölmegyünk még a Bugcatcherhöz. Csak ott nem Ivysa úrral megyünk föl. Egy Pidgeotóval több esélyünk van. Super Bug Pokémonnál, nézzük mi az a Super Bug. Fogadjunk egy két örpi meg egy vidlő lesz. Nem, csak egy Pokémonod van. Ahogy Parasz, na. Mi meglepő. Az a jó neki, hogy ennek meg dupla szopás a repülő. Ez volt a Super Bug Pokémon. Ó, Ether, az jó. Az jó az Ether. Annak még később hasznát vesszük. Mi van még itt? Itt van még valami? Remélem itt lesz egy item. Itt egy... itt egy hiker van. Itt egy hiker van. Megpróbáljuk Dugtrióval. Úgyis le van kicsit, még három szintre van lemaradva. Stealth Rock. Az melyik move az? Ja, amikor ha cserélsz Pokémont, akkor kapsz egy kis sérülést a elején a csere Pokémonod. Ne már! Motorban már egyszer megszívtuk, ágy is szívtuk most is. Dugtrióval kicsi a defense sajnos. Na, a Pidgeotto megkapta legalább az XP-t. Ó, legyen Ivysa úr. Úgyis valami kő Pokémon lesz. Na, Geodude, még egy Geodude. Nagyon kéne már nekem az a Skurfrú, csak még 60 elkapott Pokémonom nincs. Jó. Ez nagyon fagyos voltam úgy, mert ha Bide-ot most elsüti, akkor az konkrétan nagyon megkúrt volna minket. És még egy Geodude, hát változatosság kedvéért még egy Geodude.
Ilyenkor beszoktak tenni egy Gravelert, vagy egy Machopot. De most nem. Oké, megvagy nagy nehezen. Tuti őriztél valami itemet, biztos vagyok benne, nem véletlenül voltál te itt. Mondom. Inap Berry 5 darab, na az jó. Ott van még két item. Hey Daktrio, te mit keresel a túloldalt? Gyere! Gyere, na ugorjál! Gyere! Hát nem mondod, hogy nem tudsz ugrani. Na, hopp! Hárman vagytok. Hárman csak föl tudtok menni. Csináltok létrát akkor úgy. Nem? Hát ha nem, nem. Majd jössz. Legyen Pidgeotto egyelőre. Aztán kiderül, hogy mi lesz neki. Camper Drew. Hát, fogjuk rá, hogy jó. Még okozott már nekem a Sentry meglepetéseket mindig. Na. Persze, hogy ötöt támadsz. Ne. Csak kétszer sebezzél. Háromszor. Jó, még ezt, még valahogy ezt kibírjuk. Oké. Remélem itt lesz a Poké Center. Nem sokára. Roktáról előtt lesz egy, azt tudom. Itt váltunk Rudira. Double kick-kel megrugdossuk a retikédet. Van egyes retikét. Van mit fejlődni, de alakul. Alakul a double kick. Van itt is egy item, mert még ott lesz még egy kisgyerek ott még beljebb. A Super Potion. Egy Diglett. Jó, az jó lesz. Az jó lesz nekünk. De a sok momentumot nem tud hozzáfűzni. De miért használ Diget egy repülő Pokémon ellen a kedves Nintendo? Miért használsz ilyet? Miért használsz ilyen move-ot? Ez egy fölösleges kör amúgy. Ilyenkor. Na ennyi. Hát a quicketeket kellett volna, és akkor nem lett volna a dig.
Piro! Piro, nem is Piro. Na, az jó. Legocsmányabb repülő Pokémon az egész. Hát nem csak az első generációban, hanem így cakon púder. Hogy a francba nézel ki te? Piro. Na, ennyit is érsz. Hát a Firód van, akkor csak a vereség jár. Kisgyerek. Nidoran! Az kell. Nidoranünk még nem volt. Nidoran hím. Nézzük, hogy sikerül-e sima lasztival elkapni. Majdnem. Megpróbáljuk még egyszer. Így pont akkor esett le, amikor a labdát dobtam el. Szerencsém volt. Na. A harmadik próbálkozás. Ez az, meg is van. De lehet, hogy rádobtam volna már a Great Bolt negyedjére. Most lenne egy holdkövem, ami szerintem nincs. Akkor lehetne egy Nidokinget összefaragni ebből a kis Nidoremből. Ó, te itt egy harcos? Ne? Na, mit szeretnél, Dugtrio? Ó, Dugtrio úgy érzi magát, hogy elfogtuk ezt a Nidorant. Na, én is. Meg már legyőzzük ezt a karatemestet, akkor meg főleg. Blackbird Bryce. Fekete öves Bryce. Eltakarítjuk ezt a Mankit innen. Na, 25-ös Pikachu, vagy hát Rudy. Rudikám 25-ös. Ó, itt még van még egy kis csajszi. Don't you dare patronize me. És kidobod a szárazföldre a Goldint? Leszednél vagy te, kis csajszi? Utána Misty dobta ki az animébe a Poké Centernél. Akkor a rakétacsapat betörte a Poké Centerbe. Mondjuk két HP-nk van. Mondjuk két HP-nk van, az annyira nem jó. Itt váltunk, szerintem szar kerül a palacsintába, nem sokára. Nem akarok healelni, mert itt a Poké Center a közelbe. Nem akarok nagyon potion cuccot pazarolni, ha nem muszáj. Elég a szórakozásból. Pidgeotto nagyon jó. Maradunk is Rudinál.
Oké, te is meg vagy, és szerintem max még egy-két tréner lehet itt. Ha van egyáltalán, erre már nem megyünk. Lefele. Rút 10-es. Ja, és erre lehet menni az erőmű fele, ha jól tudom. Jó emlékszem. Csak ide kell a szörf. Az már később lesz a szörf. Nidoran? Az egy nős tény Nidoran? Jól látom. Ja, olyanunk sincsen még. Basszus, és pont akkor ugrottál el? Na, nem még. Hogy? Na, szívós vagy, nem baj. A hím változatot is harmadjára sikerült elkapnom. Szerintem te is valami hasonló leszel. Nem, téged másodjára. Na, állj vissza, úr 25. Remélem most már Razor Leaf lesz. Na. Nem. Á, fenébe. Nagyon kéne. Jó, ez mindig jó a potionok. Igen, és itt a Poké Center. Jó. Ó, és a Rocket Team. Ha 4v1-be, hé. Hát először healeljek már. Utána lehet fightolni. Aha! Őrá gondoltam én is. Ez L'Oreal, ugye? Ja. Elite 4-es egyik vezetője. Vagy Elite 4-es egyik tagja. Ó, és a pot healelés előtt a Poké Center előtt tették be ezt a harcot. Csak egy poké mondjuk van szerencsére. Ja nem, kaptunk healed! Aha, felgyógyultak a pokémonjaink, nagyon jó. Ez fájni fog, mondom. Itt csere lesz. Csere lesz, mert... Úgyse szuper fengel támadna. A crunch, de az se sokkal kevesebb damage-ot vesz le. Oké, megvan Raticate is. Pidgeotto 25 és Whirlwind. Whirlwind az nem fog kelleni nekünk, a Whirlwind. Ha csak elfújja az ellenfél pokémonját, az behoz egy másikat a csatatérre, az annyira nem fontos. A Whirlwind. Többieket? Azokat megalázza, L'Oreal? Egyből megadták magukat. Itt az animében, jó tudom, a Narancs Ligánál, vagy jó tudom, a szigeteknél találkoztunk vele. Csak ott valami... Hogy? Ott Primának hívták, ha jól tudom? Prima. Ott úgy hívták. Na, még lehet, hogy vele megküzdünk. Meg még ott van még egy coach trainer is.
és utána a Pocket Center, aztán megyünk a Rock Tunnelbe. Csak már nincsen sok idő. Még egy, max egy negyed óra hossza, aztán be kell fejeznem sajnos. Pikachu akar valamit. Ja, hoppá, Pichotónak a... Aha, az összes statját megöveltük. Az jó. Majdnem. Na most egy kvéketeket tolunk neki, aztán Eevee-t azt legyűrjük. Psyduck! Na gyerünk, állj vissza úr! Kell a Razor Leaf most már, komolyan mondom. Nagyon kéne már. Picit erősebb azért, mint a Vine Whip. Jaj! Rosszat nyomtam. Hát ez igazából csak megkarcolta Ivysa úrt. Akkor van még az a coach trainer. Nem tudom annak milyen pokémonja lesz, remélem nem valami bivaly erős. Ezek is általában ilyen felturbózott pokémonjuk van, úgy mint nekem a Pikachu, tehát hogy ő neveli őket, aztán attól jóval erősebbek az átlagnál. Egy Poliwhirl! Jajá, itt bajok lesznek. Most hát, hogy Pidgeotot feláldozom. Legyen szendetek. Aha, ő kezd. Akkor nem lesz szendetek. Azt hittem gyorsulom, de nem. Jön, állj vissza úr, gyere. Nyomunk rád egy licidet. Ah, de jó, nem találtál a hipnózissal, az jó. És akkor most már jöhet a Vine Whip-ek. Az a jó, hogy a harcosra is rezisztensek vagyunk, meg a vízre is. Még akkor is, hogy a Poliwhirl nem harcos típus, majd csak a Poliwhirl lesz. Még egy Vine Whip. Ah, jó, nem találtam meg itt a hipnózissal. Szerencsénk volt kétszer is.
Primeape. Hú, ide mondjuk pont a Pidgeotó kéne a Primeape-ra. Aj, na mindegy. Megpróbálom a Dactrióval, hátha nem veli pépesre. És ő kezd! Hát jó, ez gyors volt. Azt hittem Dactrió gyorsabb a Primeape-nál. Jó, akkor ide is állj vissza, Urion. Ez egy ilyen harcos kóstréner. Nyomunk rá még egy kis poisont is. Elég szívós. És akkor most már a poison is baszogatja, plusz még a licid is. Innentől már nyerő helyzetben vagyunk. Innen már nem kéne elbukni. Főleg, hogy még ott van Rudy még a padon. Így, hogy rezisztens rá a Brick Break, még így eléggé lecsipegeti a HP-nkat. Na nézzük, hogy még túlélünk egy Brick Break-et. Ah, túléljük. Jó, innentől már megvan. Ez már megvan. Mert szerintem leveszi még a Seed, meg még a Poison is. Ah, bőven. Még már Poison, mert Poison már le se kellett vennie. Na, Nidoran tovább fejlődik. Jó, Nidoran nem akartam tovább fejleszteni, de jó, legyen. Hát ő véletlenül kapott XP-t. Benne volt a csapatba. De hogyha találok egy holdkövet, akkor tudja, hogy lesz Nidokingem. Akkor biztos, hogy lesz Nidokingem, hogyha egy Moonstone találnék valahol. Így a pályán. És megkaptuk a Brick Break-et. Na. Az jó a Brick Break. Elég erős. 100%-os accuracy-e van. És a Barrier-t, a Light Screen-t, meg a Reflect-et is le tudja... Azokat a mágikus falakat is szét tudja verni a Brick Break. Ha az ellenfél Pokémonja használ olyat. Kivesszük a Nidoraneket. Gyógyítunk, aztán még max egy, hát még egy 10-15 percen van még. Picit belevágunk a Rocktunnelbe, szerintem ott fogom majd folytatni a Rocktunnel közepétől kb. Chansey még mindig boldog, jó van. Arra is amúgy a Chansey a Joy növér mellett. Szóval Chansey! Nem veled akartam beszélni. Chanseyvel. Nagy örül. Na, Dactrio, mit szeretnél?
Tehát, hogyha észrevesztek ezek az ace trénerek, akkor egy ötám megtámadtak minket? Aha, tehát most már lesznek ilyen ace trénerek is most már innentől kezdve. Jó, Rugátot elő tudjuk adni 5000-ért, azt tudjuk. Hallottam szellemeke, hogy szellemek léteznek a Lavender Town-ba. Ez igaz, kisgyerek? Oda fogunk majd menni? A szellemtanyához. Az lesz a következő útunk a Rocktalul után, Lavender Town. Júj! Ja, használjuk a light up-ot. Na mindjárt másabb. Rocktan öl. Hú! Mivel kezdünk is kacvak egy Golbettel? Na, nézzük Golbett. A Zubatekből már elegem volt a Moonstone, vagy a Moonstone-ból a Hold barlangnál. Nem lesz könnyű elkapni ezt a Golbettet. Na állj meg! Golbett, állj meg, légy szíves! Na így nem tudlak elkapni. Nem sok, szerintem nem sok esélyem lesz ezt sima lasztival elkapni. Megpróbálom még egyszer. Aha. Nem. Az csere laszti lesz Great Ball elő. És egy... egy Peanut Berry-t adunk neki. Jó. Hogyha megállna. Na, Golbettem, megállsz végre? Csak elkapnálak, semmi. Semmi más nem csinálnék vele, csak elkapnálak. Abba a szájba elférne vagy három Big Mac menü. Ó, basszus, ezt jól eldobtam. Nézd meg a... ilyen Dark Souls-os dodge-os megoldást használjuk a Golbett, egyből kitért a laszti elől. Léci, állj meg! Golbett! Légy szíves! Nem akar megállni Golbett. Én türelmes ember vagyok. Megvárom, míg megállsz. Most talán egy kicsit arra... ez az. Remélem sikerül. Kicsit így átlósan dobtam a lasztit. És kijön a Great Ball-ból. Nem már szórakozol velem. Még adtam neki egy berit is. Na jó. Még egyszer megpróbálom. De hova... hova dobtam el ezt a labdát? Na jó. Szórakozzál akkor a bizonyos nénikéddel majd, legközelebb úgyis találok még Golbettet. Ott egy macsop. De azt, hogy megetettem a Golbettet, a Great Ball dobtam rá és úgy menekült el, azért az egy kicsit már túlzás. Azért nem egy OP Pokémon az a Golbett, hogy Great Ball-al nem kéne, hogy elkapjam. De... egyenesen. Úgy. Jó. Reméljük sikerül már csopot elkapni. És mindenki jár. Senki nem engedelmeskedik. Most kaptunk egy nice-t. Remélem, hogy nice is lesz. Nem akarja az igazságot a macsop. Ó, azt jól elfogtam megint. Hogy. Nem? Akkor újra megpróbáljuk. Pont, pont akkor dobtam, amikor suhintott.
kicsit lehetnének erősebbek ezek a labdák. Mivel hogy nincsen, nem tudom legyengíteni őket, tehát nem tudok Pokémont használni, mint a annó régi részekben. Ez lehetne erősebb. Hiába van Berry, de a Berry is egy fogyó eszköz, tehát azt nem akarom mindenkire elpazarolni. És most mindenkire Great Ball-t kell dobni ahhoz, hogy elkapjam, vagy... El is menekült a macsop, nagyon jó. Ó, jaj, ezek a pizsomás kis Pokémon trénerek, erre emlékszem. Itt a repel. Új, basszus! A hirtelen megjelent az Onix a semmiből. Annyi maga 8 méterével. Ott meg egy nagy Geodude van. Na, azt az Onixot, azt... Nem tudom Onixot hogy fogom elkapni, hogyha egy... Golbetet nem tudtam elkapni Great Ball-lal. Hát az biztos, hogy Great Ball, tehát... Azt tudja, hogy Great Ball. De hova... Nem tudom, hova dobom amúgy a labdákat. Pedig egyenesen dobom. Úgy. Még szín egyenesen dobom a monitor fele, aztán így is néha mellé megy. Aha. Nem lesz ez egyszerű, ez az Onix. Mit szeretsz, Onix? Ezt a Nanaberry-t, ezt szereted? Már reméljük, hát most nem tudom. Úgy. Ezzel sok szopás lesz a muskacok ezzel az Onix-szal, én úgy vagyok. Milyen Mike Tyson-os kitérés volt ez? Hé! Hey. Úgy. Ez az! Megvan az Onix! Yes! Yes! Dactrio level up volt, jó. 22-es. Nem kapott még jobb move-ot a Dignél. Na megvan végre egy Onix. Itt milyen szintű Geodude-ok vannak, nézzük. Na Geodude-ot már fogtam, vagy 3-at is. Hát ezt egy nagy lasztival simán el kéne kapnom. Rudy 26-os, ugye? Meg állj vissza, is 26-os. Jó. És ez egy nagy Geodude volt. Hanyas volt a Geodude, amit elkaptam most ezek között? Na volt egy 20-as Onix-om, meg egy 22-es Geodude-om. Mert milyen move-jai vannak? Nincsen földtámadás, az a baj. Engem a földtámadás érdekel legfőképp. Lehet, hogy később tanulnám úgy Magnitude, vagy... Hát Örkvék azt szerintem majd később. Dig mondjuk. De inkább a Magnitude, vagy az Örkvék. És itt is van egy Onix. Amíg ezt a trénert ezt legyűrjük. Ezeket hogy is hívják? Most nem jut eszembe a nevük. Pokéméniek, tényleg, ezek ilyen Pokémonoknak be vannak öltözve. És mindig annak a Pokémonnak, amilyen van neki. Egy Slowpoke. Annál biztos, hogy gyorsabbak vagyunk a Slowpoke-nál. Jó, hogy elég. Úgy jut a move-okat használ. Már ez mondjuk már nem annyira az.
Ó, még egy wing attack elég lesz. Pont nem. Ja, hát így, hogy a Growlt nyomatja rám egyfolytában, így persze, hogy nem. Jó. Onyx, te itt most ezt az utat elfoglaltad egy kicsikét. Basszus, egy Onyx megint. Hát jó, most veled nem fogok. Mert te amúgy is egy kicsi Onyx vagy. Idézőjelben kicsi. Viszont ott egy matchup, azt el akarom kapni, ha az nem sikerült. Persze megpróbálom a nagy lasztival. Na nézzük, a nagy lasztival sikerül-e. És nagy lasztiból is kijön a matchup, mi a franc? Az hogyan? Az hogy csinálod te? Hogy a nagy lasztiból is kijössz. Na azért, másodikban már nem jötték ki. Na megvan a matchupunk is. Egyre közelebb vagyunk a Skirtle-höz. Nem tudom hány Pokémonnál tartunk, amúgy így elkapás ügyileg. Hogyha most nem sikerül, akkor a streamen kívül meg fogom csinálni. A... meglegyen a 60 elkapott Pokémon. Most 47-nél tartunk. Most per pillanat. Zubat, jaj Zubat, hagyjál végén. Zubatből már a tököm is tali van konkrétan. Mindenhol csak a Zubat folyik. Júj, ott egy Graveler. Ott egy, és ez egy huge Graveler. Na. És ez egy huge Graveler. Ő nekem kell. Júj, ezt nagyon eldobtam. Ha most nem tudom most elkapni, akkor megetetem. Jó, nyomok rá egy berit. Valamilyen berit, mondjuk a raspberryt. Az, az általában mindenik szereti. Na, és így is kijött. Nem baj, harmadik laszti. Akkor. Jó. Remélem most már sikerül. Ez az! Ez az! Ez az, Graveler végre. És megnézzük Graveler movesetjét, milyen move-jai vannak. Már lesz egy fasza move-ja. Akkor a jó tobit lehet cserélni trénerekkel. És akkor lehetne egy gólem. Nem lehetne egy gólemem. És azért egy gólemmel lenni nem egy rossz. Nem egy rossz dolog. Megnézzük, hogy most van-e neki föld movesetje, hogy... Na, ugyanaz van neki. Rock throw, stealth rock, takedown, self-destruct. Jó. Egyelőre kivesztük. Na, matchupot is ki akarom venni. Aj, ez a Pokéball controller kicsit nehezebb az irányítás vele, mint a sima Joy-Connal, de azt már mondtam. És ott egy huge Golbat, ezt megpróbálom elfogni. Igen, Dugtrio akart valamit. Majd mindjárt kiderítjük, hogy mit szeretett volna. Na meg az! Jó. Hát, ha sikerül. Ha lenne ilyen szerencsém, egyből elkapták egy Golbatet.
Jó, Raspberry. Azaz, és Great Ball. Nem. Nem pocsékolom a lasztikat, túl sokat pocsékolom. Ennyit nem kéne. Ott kéne, amikor megállott a szélen. Csak akkor meg pont teli a karika. Na most talán. Most talán. Reméljük sikerül. Ez az! Megvagy. Megvan a gólbetünk is. Nagyon jó. Akkor ő a 49, ugye? 49. Pidgeotto level up. Ebben a generációban, ha jól tudom, itt még Krobatem nem lehet. Cubone! Ott a Cubone! Ott a Cubone! Ő kell nekem. Na nézzük, mennyire szívós ez a Cubone. Egy Great Ball-lal belemegy egyből. Simán. Na ez könnyű volt. Majd meg kell nézni, mennyi Great Ball-om már most elpocsékoltam jó sokat. És persze, hát mit látnak szemeim? Zubat! Na, te takarodj, mert téged már elfogtalak, hogy kétszer vagy háromszor. Mit akar Dugtrio amúgy? Mert akart valamit. Nem sok mindent. Jó. Oké. Ott is van egy nagy gólbetűnk. Itt is van egy ilyen Pokémonnak öltözött tréner. Van egy Pokémoniek. Ez is Slowpoke lesz? Nem! Egy Kangaskhan! Egy Kangaskhan ilyenkor? Nem akarok Pidgeotto sok mindent mondani, de most megaláznak téged. Hát a Kangaskhan csak a szafariba lehet elkapni, ha jól tudom. És flinches move-ot használt, de jó. Basszus, mondom, megalázzak szegény Kangaskhant, vagy mivel szegény Pidgeottót. Nyomok rá a szendeteket, hátha. Jó, hát ez nem sikerült a szendetek, jó. Akkor... Na most kit tegyünk be? Hát van double kick-em amúgy. Kangaskhant betenni ide a rocktunnelbe. Egy random trénernél. Az egyik legjobb normál típusú Pokémon a játékba. Rudy a double kick elég jó. Comet Punch. Na, nagyon sokat nem sebzett, hála Jóistennek. Ez az. Jó, szép volt. Szép volt, Rudy. Szétrúgtuk a nagy picsáját a Kangaskhannak. Mindjárt majdnem level up voltunk amúgy. Ó! Beleszaladtunk a Gravelerbe. Megpróbálom ezt elkapni. Ez is számít a Pokémonnak ugyanúgy. Ó! Jaj! Már csak 12 Great Ball-om van, nem kéne pazarolnom a Great Ball-t. Majd Lavender Town-ba veszünk. Az a baj, Pokéball-a nem tudom elkapni. Hát, ezt hagyjuk. Cubont már fogtam.
Egy revive? Jó. Aha, ő kell, kéne, a Pidgeotto kéne most ide. Egy jó Pidgeotto kéne most ide nekem. Nyomunk vagy két potiont. Ezeket is elhasználom, mert annyira nem fognak kelleni. Jó, kivesszük a golbetet. Mondom, kivesszük a golbetet, úgy. Oké, és meg a Cubont is. A Cubonnak van föltámadása, gondolom bumeráng. És nem rossz a Merovek se. De, hogyha választanom, akkor inkább Dugtrio, mint Merovek. Merovek elég lassú. Most ugye nem mondott komolyan, hogy egy harcos tréner létedre neked egy Onyxod van. Hát én azt hittem, hogy Primeapod lesz, vagy Machopod. Jó, akkor Dugtrio, gyerünk. Azt hittem, hogy Machopod lesz, mondom, vagy Mankid. Azért be is készítettem Pidgeottót harcra. Mondjuk azt, a két diggel el tudjuk intézni. Mi az? Majdnem kinyírt minket. Hey! Jogi Onyx. Jó, ez meg lesz. Ez meg lesz most már. Level up lesz Dugtrio-nál. Oké. Okay. Rudy 27-es, jó. Rudy a agility-t akarja megtanulni. No, no agility. Így is elég gyors. Nem kell nekünk agility. Dire hit, hát az csak ilyen plusz. Plusz ilyen kis, nem Cox, hanem ilyen kis. Plusz kis statot ad a Pokémonnak. A Dire hit. Ez annyira nem fontos, gólbetünk meg már van. Nem tudom, mik vannak még itt amúgy a Ragtanölben, vagy lehet-e még valami mást fogni. Esetleg Rhyhorn-t nem lehet fogni, vagy az itt nincs Rhyhorn? Na ott van egy. És csak mondanom kellett a Rhyhorn-t. Aha, és itt van! Rhyhorn, szevasz, barátom! Téged kerestelek itt a barlangba. Téged el akarlak kapni, tehát... Mindenkire ezt szoktam mondani, de te főleg. Rhydon a kedvenc föld Pokémonom. Legópébb első generációs földtípusú Pokémon. Na jó, Raspberry. Nyomunk rá egy Raspberry-t, és... Átváltunk a nagy labdákra. Ez az. Ez az. Yes. Megnézzük Rhyhorn move-jait is. Milyen van neki. Érdemes-e őt használni? Most per pillanat.
rossz amúgy. Szendetek, Furyetek, Stomp, Rocktró, csak nincs föltámadás, ez a baj. Majd ha elérkezünk a negyedik terem városához, Erika városához, oda Levendula városba, akkor ott tudunk venni, ha jól tudom, TM-eket a boltba. Lesz egy ilyen nagy bevásárló központ. Remélem most már nálad harcos Pokémon lesz, mert Pidgeotto van beállítva. Jó, na, ezt szeretem. Szeretem, amikor azt csinál, amit úgy gondolok. És nem egy Onix-szal jön ki. Gyorsabban menj ki. Jó. Oliver. Oliver, ő félig... Nem, ő csak sima víz, azt hittem félig... harcos, de nem. Az majd csak a továbbfejlődése. Akkor maradunk Ivysaur úrnál. Bubble Beam, hát az... Az nem sokat sebez, még maradt energiaitalom amúgy. Ezt kb. 2 óráig nyitottam ki. Azóta meg alig ittam belőle valamit. Ó, és akkor még egy Vine Beam. Oké, már level up voltunk, nagyon jó. 27-es Ivysaur. És még nincs a Razor Leaf. Hol lesz az a Razor Leaf? Ha 30-ason? Vagy hanyas szinten? Vagy amikor majd Venusaur lesz? Akkor... Great Ball 3 darab, nagyon jó. És van még itt egy tréner. Aki egy Hiker, az... A Hiker az nem jó. Két heal, aztán gyerünk. Actionnak is kell az XP. Remélem nem önmegsemmisítés lesz, mert akkor felakasztom. Az lesz! Ja, de őt nem találta el a Dactriót. Nagyon jó. Azt nem tudtam, hogy a self-destruct az nem találja el akkor, hogyha föld alatt van, de akkor nem találja el. Jó, ezt nem tudtam. Onix, maradunk Onixnál. 23-os Onix. Ja, és őt megsebezte a dig közben. Nagyon jó. Aha, viszont Onix is digál most. Kiváltjuk Pidgeotto-ra. Kiváltjuk Pidgeotto-ra, őt nem sebzi a dig. Megnézem, mennyit fog rajta ez a wingetek. Hát nem sokat.
ez a hülye Onyx, ez miért használnám úgy diget? Már bocsánat, de a súlya beszédél, de ez... Na mindegy, Roost. Ezt kihasználjuk ezt a kört. Jó júlunk. Micsoda? Hát de hogy van ez? Hát a Dignek nem kéne sebezni a repülő Pokémont. Várjunk, hát most ez hogy van? Eddig nem sebezte a Dig a repülő típust. Meg immunis a földre a repülő. Hát ez érdekes. Ez érdekes, nem baj. Roost. Közben most gyógyulunk. Ez nagyon érdekes ez a hogy Diggel meg tud sebezni engem. Vagy csak egy körig immunis a Digre a repülő típus. Ez érdekes, ezt el fogom olvasni majd a Let's Go Pikachu-nál ilyen jegyzetbe valahol. Hogy most hogy vannak ezek a típusok. Mert én úgy tudtam, ez így is van, hogy a repülő típus az immunis a földtámadásokra. Ugyanígy a földtípus immunis az elektromosra, akkor az acéltípus immunis a méregre. Tehát ezek alap dolgok, tehát... Most meglepődtem, most kicsit leblokkoltam. Hogy ilyen is van. Meglepődtem nagyon. Basszus, ez mennyit sebez a Rock Slide? Jó. Oké, megvagy. És akkor skacók, innen fogom folytatni az egészet. Mentünk is egyet. Elérkezett 10:30. 10 óráig mondtam, hogy lesz a stream, de kicsit most ráhúztam, mert volt is kedve, meg mondom, akartam is haladni most már így a játékkal. Egy kicsit elpöcsöltem a Pokémon elkapással egy közel fél órát, és azt akkor így rápuszoltam. Na. Remélem tetszett a stream. A holnapi nap úgy lesz, hogy reggel 9-kor, 9-től vagy délig biztos, de lehet, hogy fél egyig. Még azt nem tudom pontosan, hogy lesz, de délig biztos. Folytatom a Spider-Man-t, 100%-os gameplayt, ahogy... Hát eddig 3 rész volt belőle, azt fogom folytatni. A pénteki nap pedig akkor a Just Chaos 4-et fogjuk folytatni, ott meg a második résszel. Ugyanúgy 9-től délig, mondjuk az is úgy lesz, hogy 9-től délig. Aztán a hétvégét azt még nem tudom, az eseményekbe ki fogom írni, hogy kb. Mikor mi lesz. És köszönöm szépen, aki itt volt, az a egy pár ember. Köszönöm szépen. És legyen szép napotok, szép estétek, szép éjszakátok. Bruno Conti búcsúzik. Szevasztok! Szevasztok!